Szervusztok srácok, szép napot mindenkinek! A mai nap megkaptuk az utolsó előtti frissítést a seasonben, és ez a frissítés teljes mértékben a Tini Ninjákról szól, hiszen ezzel a frissítéssel kaptunk minipest, teljesen új skineket, de inkább a legfőképp a Tini Ninjákról szól, hiszen kapásból 4 új mythic Tini Ninja itemet is kaptunk. De még mielőtt megnéznénk a frissítést, ne felejtsétek el használni a creator kódom, ami nem más, mint Ghost for Rider. Nyerményjáték jelenleg is zajlik a Discord szerveremen, támogatói szobába kell küldeni, ha vásároltak valamit a kódommal, és vasárnap lesz egy sorsolás és egy választható Tini Ninja skint lehet kapni giftbe. Sok sikert mindenkinek, és köszönöm, ha támogatsz! Most pedig nézzük meg az új kilikelt skineket. Thank you.
Végre még leleplezték az e-seasoni FNCS skint is, amit eddig is tudtunk, hogy fog kinézni, de most már itt van a teljes kép róla. Ezen a héten szombaton meg lehet nyerni majd egy Community Cup-on, ugye top 1300-ban benne kell lenni, ha esetleg részt vesztek rajta, sok sikert nektek! Az item shopba csak jövő héten fog érkezni, egyelőre nem tudom, hogy limitált lesz-e, vagy bármikor visszajöhet-e. Ez pedig a mostani FNCS-nek a zenéje lesz. Három meglévő skin kapott teljesen ingyenes stílust, a Kari kapott egy ilyen aranyváltozatot, a téli Eevee skinről le lehet venni most már a téli szemüveget, illetve ez a havas skin, nem tudom a nevét, kapott egy ilyen zöld, kommandós, teljesen ingyenes stílust. Úgy látszik, most már bármelyik nap érkezhet egy Wednesday-es imót, ugyanis a képét kilíkelték, és sokan arra tippelnek, ugye, hogy ez a Wednesday-ből a híres tánc, ami nagyon fel volt kapva tavaly előtt. Igazából elkésett vele kicsit az Epic Games, de legalább megkapjuk imótként. Ha emlékeztek rá, Chapter 4-ben volt egy mini pass a Jujutsu Kaisen-nel, ugye ott volt egy fizetős rész, és azoknak a dolgai nem jöttek vissza az item shopba, viszont ez változni fog, a mostani frissítéssel egy konkrét bundle került be, ezeket is most már meg lehet venni, aki esetleg lemaradt volna a mini passről. A videó elején mondtam nektek, hogy ez az update tényleg egy Tilininja-s update, hiszen az egész frissítés arról szól, hogy bejön a minipass, a Tilininja-s dolgok és a többi. Viszont sajnálatos módon ez az egész nem ma indul, hanem majd csak pénteken, ugyanis a visszaszámláló ugyanúgy ott maradt. De semmi ok az aggodalomra, ugyanis így is jöttek leakek, viszont sajnos a pass nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni, ugyanis csak ennyit tudtak belőle kileakelni. Az egyértelműen látszik, hogy az Uzóból, a Shredderből kettő skin készült, van egy ugye mutáns változata, illetve van egy sima változata, mind a kettő a PES része. Ugye ha megveszük a PES, akkor instant megkapjuk a sima változatot, a mutáns változata meg valószínűleg a PES-nek a legvégén lesz. Amit még a képen lehet látni a jobb felső sorokban, hogy egy Krang backblinget lehet majd feloldani, valami gyűjteni kell hozzá, úgy ahogy az eddigi PES-eknél. Ezen kívül sajnos nem sokat tudunk a PES-ről, biztosan lesz fizetős meg ingyenes részre, illetve valószínűleg ez is 1000 V-Bucks lesz, ahogy az eddigieknél megszokhattuk. Ha véletlen folytán valahogy kilíkelnék a PES-t, mindenféleképpen csinálok belőle valami shorts videót, ha nem, akkor majd pénteken kiderül. Annak is megvan az esélye, hogy esetleg Tilininja-s hangszereket kapjunk, hiszen még Shredder ezeket is kapja. A hangszerek mellett még egy Tilininja-s zene is fog érkezni. Igaz, hogy már Chapter 5 legelején kilíkelték, hogy a ninjáknak lesz majd egy főhadiszállásuk a csatornákban, és ez végre a mai nap bekerült. Ezt pontosan ott találjátok meg, ahol Jones NPC is van. A season elején azt is leakelték, hogy lesznek majd Tilininja-s mythic itemek, fegyverek, és úgy látszik, hogy igaz lett. Pontosan 4 mythic fegyver fog érkezni pénteken, természetesen a ninják fegyvere fog jönni, mind a 4. Mind a 4 fegyver teljesen ugyanaz lesz, csak annyi különbséggel, hogy más animációt kaptak. Lehet velük duplát ugrani, dash-sel és támadást is lehet velük csinálni, illetve ugrásból lehet velük majd támadni. Ilyen mythic fegyvereket majd automatákból, illetve supply dropokból lehet szerezni, de azon sem lepődték meg, hogyha a Szecska Mester NPC árulná ezeket a fegyvereket. És ha ez még mindig nem lenne elég, pénteken még a légdeszka is vissza fog térni, Tilininja-s kinézettel. Fortnite végre gondolt a játék kreatív részére is, így Chapter 5-ből bekerült egy kis undergroundos helyszín, illetve végre valahára bekerültek a Chapter 5-ös fegyverek, az összes bekerült, plusz még lehet modifikálni, ugyanis bekerült a modbench is, ezáltal lehet alakítani a fegyvereket. Végre ideje volt már, hogy bekerüljenek, hiszen már lassan vége a seasonnek, és végre bent vannak.
Ezek mellett érkezett még egy Seek device is, illetve egy input device. A Seek device egyértelműen arra való, hogy le lehessen ülni különböző székekre. Az input device egyelőre nem tudom, hogy mire jó, ha tudjátok, írjátok le kommentben. Hát srácok, röviden, tömören, összefoglalva ennyit hozott a mai frissítést, hiszen kaptunk T-Ninjas Zúzót, Szecskamestert, Mythic fegyvereket, nem olyan lesz ez a frissítés, kár, hogy csak pénteken indul az egész. Ha tetszett a mai videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. A héten még biztosan lesz videó, hiszen még külön rátérek majd a Fortnite fesztiválra, a racingre, illetve a LEGO játékmódra. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, én Ghost Forever voltam, sziasztok!